A videót a notebook.hu támogatta. Na sziasztok, srácok! Itt vagyunk a következő Vigor, vagy Vigyor, ahogy tetszik, hogy nagyon vicces vagyok. Gameplayünkben Pecsükkel, szavasz Pecsük. Igen, nekem pedig az első. Szavasztok, srácok! Annyira panaszkodtatok, hogy rohadt nagy az R6-os videóknál a facecam, úgyhogy parancsoljatok. Remélem, így már megfelelő lesz a facecamnek a mérete. Igen, tisztában vagyok vele, hogy Patrik most baromi kicsire rakta poénból a dolgot, tehát így vicces lehet. Igen, nekünk már nem vicces, mert életben. Mi már az előbb röhögtünk ezen. Így van, mert már kiröhögtünk magunkat, helyettetek is, úgyhogy nem kell izé. Annyi is, srácok, a szituáció, hogy most nem az alappályán, hanem ezen a Victorzen Stationon fogunk menni, ami egy havas pálya elméleti szinten, kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet. Na most az első videó, amit én csináltam erről az egészről, nagyon sok komment érkezett, köszönöm szépen, sokatoknak tetszett ez a játék, és mondtátok egyébként, hogy Patrikkal nyomjunk duót, úgyhogy rá tudtam venni, nagyon szerencsére nem kell győzködni Patrikot, hogy nyomjuk, mert ugye Patrikról azt tudni kell egyébként, hogy nagyon a lövöldözős játékokat, akár TPS vagy FPS nem nagyon szereti kontrollerrel Xboxon játszani. Úgyhogy hát ezért nem is ötlött fejembe, hogy megkérjem, hogy játszunk. Azért, mert béna vagyok a kontrollerrel, tehát hogy a így versenyzés, mármint az autó irányítás, az még úgy azt mondom, hogy megy, de ilyen lövés, meg ilyesmi nem. Srácok, hogyha tudni szeretnétek, mi ez a játék, most én nem megyek bele, mert valószínűleg se hülye vagyok hozzá, mert nagyjából szerintem egy fél órája van bekapcsolva. Istvánnál fent van a videó. Rámegyek a lútra, azt hiszem az a címe, nézzétek meg az első pár percben, erről beszél, hogy mi ez a játék pontosan, úgyhogy hát onnan pedig folytassátok ezt a videót, vagy hát azután. Plug! Így van. Ennyi. Majd utalj, akkor légy szíves. Persze, majd. De ezt vágj ki, légy szíves, jó? Küldöm. Jó, kifogom. Az a baj, hogyha nem rögjük el magunkat, lesz, aki elhiszi, baszki. Igen, pontosan ettől félek én is. Srácok, egyébként azért itt is elmondom, megtalálták itt a szerverünket, úgyhogy már megy is, tölt is, picit tovább tartott. Azt itt most elmondom nektek, srácok, azért ezeket a közös gameplayeket azért nem kell komolyan venni, srácok, nem e-sportolunk, hogyha pedig azt mondjuk, akkor az poénból mondjuk értelemszerűen, szerintem sokatok egyébként felfogta. De például a Rainbow Six Siege-es videóknál látok olyan kommenteket, hogy sírni támad kedvem, sőt sírtam is már 3-4-szer egyébként, de üvöltve bőgtem tulajdonképpen, maradjunk annyiba, mint mondjuk egy temetésen szokott egy ember általában, már ez kicsit morbid volt, tudom. Szóval nem kell ezeket komolyan venni, értem, tényleg poénból csináljuk, fanolunk, stb. Itt viszont azért megpróbálunk rámenni ténylegesen a lootra. Ugye gyorsan elmondom, az játék ez nagyjából arról szól azért, hogy free to play, Xbox One X exclusive, és annyi a lényeg, hogy gyakorlatilag 12-en bemegyünk egy pályára, a valódi emberek, most ez duó, tehát ugye 6 darab team elvileg, és ki kell hozni minél több lootot, hogy fejleszthessd a saját kis házadat, illetve ugye a meccs bizonyos szakaszán jön egy airdrop is, amiben az igazán nasty, juicy loot van, úgyhogy most megpróbálunk arra rámenni Patrikkal, de lehetséges, most kevesen leszünk a pályán egyébként, szóval még nagyobb esélyünk van kihozni. Lehetséges, hogy a Patrik már bele is fizetett, ott is van. Csak véletlen volt szinte már. Először valami infót akartam róla olvasni, nem nagyon sikerült, nem de sikerült, figyeljé. Nem sikerült, abszolút nem sikerült. Oda neki 30-at. Úgy is van. Ő is rakott egy better lootot. Figyelj, akkor én azt gondolom, hogy menjünk kettő kört, meglátjuk, hogy mennyit fogunk élni. Oké. Okay. Először menjünk a lootra, mert most sokan belepakoltak. Figyelj, én is veszek egyet, mit szólsz? Én is beleköltök. Jó. És ugye ilyenkor ez azt jelenti, hogy jobb lesz a loot a pályán. Tehát akkor most gyakorlatilag inkább próbáljunk meg lootolgatni. Addig úgyis magyarázgatom nagyjából, hogy mi micsoda, jó? Oké. Ugye Patrik csak a tutoriálon van túl, ami azért olyan sokat nem árul el a játékból, azt gondolom, meg nekem is sok tanulnivalom van. Na persze, egymás mellől indulunk, itt vagyok melletted már. Ó, micsoda pálya, hello. Azaz, ó, micsoda, egyszerre mozgunk, és stb. Na. Úristen. Figyú, atyaisten, de jó az a havas téma. Na, figyú, D-paddal fölfele tudod előhívni a térképet bármikor. Igen, ezek megvannak, csak mondom, mert... Jó, de várjál, a térképen én vagyok, te vagy a sárga háromszög, és én vagyok a kék, tehát a csapattárs mindig a kék. Oké. Ez fontos tudni. A térképen még vannak ilyen kék szimbólumok egyébként, hogy Comstation például. Na most, hogyha odamész, és azt meghekkeled, akkor láthatod egy darabig, hogy a pályán ki hol van egyébként. Aha. Ezt nem tudtam, most már tudom. Ez érdekes. Igen, van egy ilyen. Nincs túl sok. Látod, most például valaki benyomta. Aha. Atya isten, ha azt tudom, merre kéne elindulni, bakker, ez nagyon durva ez a hó. Figyelj, jelöljünk ki egy pontot, fedezzük fel mondjuk ezt a házat itt, jelöltem egy pontot. Azt te is meglátod ott fönt, látod az egyes
Okay, látom, látom. Hát látom. A másik világháborúban a zsidókat jelölő csillaggal odaraktam. Nekem az jut eszembe, sajnálom a dolgról. Pár kis, itt van egy ház, nézzük meg. Pár kis disclaimer, srácok, azért az előző videóban véletlenül Normandiát mondtam Norvégia helyett, ez Norvégiában játszódik ez a játék, nem Normandiában. Valamiért Normandiára emlékeztem. Van almám, hallod? Na, akkor azt tudod majd donételni. Pecsik már rámegy a lootra durván. Krumpli. Vagy mi ez? Krumpli? Nem tudom, mit szedtem össze. Valamit összeszedtem. Na. Jó van. Fél, nyugodtan lootolj ki, hogyha, vagy lootold ki, hogyha úgy látod. Szerintem itt nagyon nincs semmi. Uh-huh. Nem tudom, te látsz-e valamit? Én nagyon nem. Nem, én sem. Ugye alapban egy ilyen kis pöttye jelzi, úgyhogy nem menjünk is tovább a pont a izénk fele. Mondjad. Ilyen lőszer, meg ilyesmit is találhatnánk itt? Igen. Aha. Vagy ezt jelöltem be a térképen, akkor már itt is vagyunk, akkor menjünk tovább másra, menjünk erre fele, így. Jó. Nézem. Nézed. Aha. Hát igazából annyira nem kell megnézni, hogy tudod az iránytűre fölrakni szerencsére fönt. Ja jó, csak nagyjából azért tisztában vagyok, hogy persze, mi hol van. Persze. Na most nyilván kommunikáció szinten nagyjából úgy kéne elképzelni ezt a dolgot, mint mondjuk a PUBG-ben, tehát hogy így mondom, hogy 240, meg 330, meg mit tudom én. Itt szépen már, halkan. Igen. Már lehetnek azért, ugye? Igen, de abban a játékban érdekes módon egyébként nem csukják az ajtókat, azt vettem észre. Úgyhogy nagy valószínűséggel itt még nem voltak, mint itt láttam valamit, itt, de nem. Én bemegyek a balházba. Jó. Tastics, én megyek a jobba. Tactics, persze. Hát ez, köszönjük szépen. Van itt, van szerszámos ládikó, mi van ebben? Van ott. Ugrottam az is jó. Egyet a biztonság kedvéért. Persze. Larov szög. Kinyithatom az ablakot? Nagyon jó. Pont akartam itt szellőztetni. Hú, de várom már az időt, amikor majd szellőztetetek majd én is. Ó, ne is mondd. Jó, továbbra is a baloldali házban maradok, te meg a jobb, oké, nagyon jó, nagyon durva tactics. Figyelj ide, itt azért a csapatmunka az, azaz. Az példaértékű. Nyilván gondolom nem kell mondani, egyébként te milyen fegyverrel vagy? Szerintem én nem tudom, Tommy Gun, ha van ilyen? Van Tommy Gun, van. Ami neked volt az első rész, amit csináltál? Nekem az Thompson volt. Thompson, okay. Ja. Szerintem jó, nyilván gondolom mondani se kell, de nyilván, hogyha bejössz egy épületbe, akkor azt vásd át ugye automatára, hogyha meg kint vagy, akkor pedig single shotra ezt a D-pad lefelével tudod csinálni, hogyha esetleg alright. Nem mondom meg fejben. Ó, itt egy doboz. Mi vagy benne? A kocsikat is ki lehet lootolni, aha, ugye? Aha, figyelj csak, ez itt izés. Jelszavas, baszki. Igen, van. Robival játszottunk ezt már duóba egyszer egyébként, abszolút nyilván videó nem lesz bőle, srácok. De játszogattunk, és ő valahogy kinyitotta. Nem tudta megmondani, hogy... Rezeg a kontroller. Aha, akkor úgy, érzésre ki tudja. Akkor fél, addig fedezlek. Azt érdemes tudni, hogy... Megvan. Azt a rohadt, Patrick, you are... Azt a rohadt, tesó, nem vagy semmi. Hallod, rezeg ilyenkor... a kontroller ilyenkor, amikor... Na, még nem próbáltam olyan aktívan ezt a dolgot. Ilyenkor amúgy, hogyha ezt nyitod ki, akkor ezt írja másnak, hogy egy széfet éppen nyitnak ki. Uh-huh. Na, majd a következő tudni, te nézed meg. Mondom, jó. Annyi, hogy amint egyet eltalálsz, tehát 0-tól 9-ig mennek a számok, amint egyet eltalálsz, berezdül egyet a kontroller. Aha, akkor ez könnyebb, mint gondoltam, jó. Menjünk tovább az egyes csillag fele. Most, mert ezt itt felfedeztük elég jól. Várjál. Csak itt az irányítással küzdködik. Persze. Jó. Mert a lootból elég kevés van egyelőre. És ki kell használni, tényleg nagyon durván ki kell használni most, hogy mindenki beleadott egy csomót, meg 300%-os a loot. Oké, itt vagyok, akkor az egyest kövessük, az egyest. Igen, az én jelölöm. Jó, nem tudom én minek jelöltem oda egyet. Nem baj. Itt autók vannak egyébként ebben a játékban? Vannak, de nem vezetni, de senki nem megy velük. Ja, tehát, hogy nem lehet vezetni. Na most ezek miatt is gondoltam, hogy Normandiát, nézd meg ezeket a keresztizéket, tehát a D-Day-en volt ilyen. Aha, ott egy tank, te jó ég. Igen. Elég basszó. Jó. Először ezen a pályán, srácok. Hoppá, üzemanyag. Üzemanyag. I'm luring it. There you go. Hoppá, látnak minket. Valami fegyvereket felvettem. Ki lát minket? Már most már senki, adom, hogy nem tudom ezt ilyenkor én sem. Jó, nem vagyunk messze. Konkrétan itt kéne lennie valahol. Vagy ez volt a felfedezhető, ez a tank? Lehet. Ja, felfedeztük ezt is. Atyó, és merre menjünk tovább, baszki? Várjál, nézzük.
elég szar hely, de oda menjünk. Mindig vannak ezek a üres háromszögek, azok azt jelenti, hogy nincsenek felfedezve még semmelyikünk által sem. Oké, okay, és azok ilyen helyek. Akkor úgy, merre most? Az egyes csillag továbbra is. Én jelölgetem folyton. Ja, jó. Na nézd, hogy Forza Horizon, itt már jég is van. Aha. Fú, te nagyon zavaró, hogy nem látok messzire ebbe a játékba, tehát ez... iszonyatos így most ez az egész. Aha. Igen. Felvettem valami fegyvert, valami PMK, vagy mi volt az? Az azt hiszem... Oho! Oho! Belezuhantál? Ja, bele, úgy van, hogy ebben a játékban nincsen úszás, tehát gyakorlatilag deréknél lejjebb nem ér a víz, tehát ha belemész a vízbe, akkor nagyon lassan fog benne sétálni. Szóval arra ne nagyon menj bele, mert az... Ha látnak minket, akkor... akkor konkrét, igen, nem fáj meg semmi, ott a házikunk. Egyre sokan emberrel nem találkoztunk. Szerintem amúgy azon gondolkozok, hogy akár még a lootra is rámehetünk majd. Persze, hogyne. Pont arra megyünk amúgy. Ja. Jó, akkor menjünk rá a rohadt életbe, Lizzy, dobjunk nagyot. Dobjunk hát. Dobjunk persze hát. Maximum bukjuk az egészet. Így van. Na, kések, bajonet. Az nekem nem annyira pálya most. Van Lakehouse discovered. Nagyon jó. Meg is néztem nekem most milyen loot kell egyébként a fejlesztésekhez. Hát, ennyi volt a ház? Gondolj bele, én mennyire néztem meg. Akkor merre menjünk tovább? Figyú, hát akkor már menjünk a kör fele szerintem. Figyelj, én nézzük meg mondjuk ezt itt. Elég durván bejárjuk az egész balféltekét itt a állomásnak. Oké. Okay. Jössz? Tudsz jönni? Jövök. Alright, boy. Valamit hallottam oldalról. Igen, nem én voltam, megálltam. De? Akkor te voltál, jó? Én nem állok, nem hallok semmit, jaj, jó. Igen, és egy nagyon izé... Opa, a szemétbe kell kotorászni, jó? Tocsdics, hallod erdőbe? Jó. Szerintem most fog jönni amúgy az airdrop. Lehet, hogy nem. Én igyekszem. Figyelj, majd ekkora a hó! Vagy... Jó. De most nem tudok sprintelni amúgy. Erősebben kell. Mit erősebben kell? Na, hova viszi? Hát, good luck, hogy lásd is azt, hogy hova esett. Igen. Mindenesetre messze vagyunk az airdrop area-tól nagyon. Menjünk hát inkább balra? Menjünk tovább, amerre az egyes fele megint menjünk, aztán majd meglátjuk. Hűha. Mik ezek a helyek? Igen, nem egyszerű történet. Mász föl, könyörgöm. Nem tud felmászni oda? Jó. Valahogy akartam biztos kérni. Fel tudna. Hát valahogy biztos fel lehet, de... Közben azért úgy óvatosan bazzeg, mert... most leesett már a drop egyébként, igen, de nem hittes senki. Látod? Menjünk rá, bazzeg, menjünk rá. Jó. Nem is állok meg, menjünk. A drop irányát kövessük. Oké. Okay. Persze ilyenkor benne van az, tehát óvatosan azért, benne van az simán, hogy valaki ott kempel, ahogy én is tettem az előző videóban egyébként. Nézek egy térképet. Aha, most már konkrétan a dropot mutatja, nem csak a területet. Jó. Az a nagy gyalog csak, hogy... Steady, igen. Pöcsönbe lehetnek. Lőttek! Hallottam. Már megy a csatapati, menjünk. Eastről kb, ugye? Úgy, hát én ilyen south east felelő tenném be. De itt már az óvatosan menjünk. Jó, de még nem vették fel, mert azt meg jelzik, Nem vették fel, igen. Szóval simán lehet, hogy valaki de most már felvették. Most már felvették, igen, menjünk. Valaki viszi. A térképen az azt hiszem nem látszik, hogy ki viszi. Ott megy szembe, east. Látod? Aha. A kurványát. Jó, fiai, ráfutok balról. Jó, de én tudod, annyira nem tudok lőni, de megyek. Nem baj. This is our last chance. Hát ez az. Hú, baszki, itt az erdőbe, itt a hóba. Hallod, úgy dobog a szívem. Te mozogsz jobbra. Hova lett? Ott van, north. Egészen, nagyon durva megy a kiárat fele. Ki fog menni? Menjünk, fussunk rá, ott várnia kell 10 másodpercet. Menj jobbról, az továbbra is jó. Itt voltam, erre én vagyok. Itt ment ki. Látom a térképen néha. Igen. Szerintem itt fut előttem. Csak én nem tudok célozni, gyere is ti.
Áj, basszus, pont hülye helyen vagyok hozzád képest. Gyerünk, fuss már, te hülye! Itt van valahol bent. Nem tud felmenni? Ó. Közben a sugárzás már terhel. Ott van bent. Nem tudom. Lehet, hogy kiment már az a kijáratott amúgy. Akkor kivitte szerintem. Arról ja, átteget. Akkor kivitte, mert arra van a kijárat, ja. Ki tudott futni vele. Basszus! Á, az a baj. Még rajta voltunk. Rajta? Hallod, ver a szívem. Hát én menjünk ki akkor most már mi is, ha már itt vagyunk. Arra ja. Csak kifutsz, aztán kész. Meg kell állni? Aha, itt írni fogja. Ó, basszus. Ja, ja. De majdnem. Igen, ez jó volt, izgalmas volt, basszus. Volt egy ilyen vadászat jellege. Nem baj, megyünk még egyet, srácok. Ez a pálya, ez tetszik. Ez nagyon kemény ez a pálya. Nem rossz egyébként. Hú, azért sok mindent lootoltam, hallod? Ja, ja, én úgy kevésbé egyébként. Ja. Jó, lehet én se túl sokat, csak nekem csak így elsőre. Igen, nem volt jó a kezdőpontunk annyira, tehát pont a, ugye, hogy jobb oldalra spónolsz, akkor az elég sok ház volt, azt nézegettem, hogy is ilyen település, vagy nem tudom, ilyen hely. Aha. Location. Hát, jó volt, izgalmas volt, baszki. Ja, nem volt így, elsőnek nem volt rossz, csak tényleg első srácok, nem. Azért nem lőttem, vagy hát, mert egy az kontra, a másik ebben rohadtul nehéz lőni. Már ebben nagyon így... nehéz. Igen. Elképesztő. Na, akkor Fiske Fabrik az alappálya. Ahol most vagyunk, ez olyan lesz ugyanolyan. Igen, picit talán több növényzettel. Amúgy tudod, de mi nagyobb... tetszik nekem a legjobban? Ebben a játékban. Az baszki, hogy vannak neked fegyvereid. Tehát nem az van, hogy amit így lootolsz, az majd azzal tudsz lőni, hanem tudsz bevinni. Igen, loadouttal indulsz, igen. Az rohadt jó. Szerintem. Igen, és igazából magának a fejlesztésnek szerintem valahol ez a lényege egyébként, vagy nekem legalábbis ezt adja a játék, hogy jobb fegyverre tudsz elindulni, uh-huh. Ugye? Mert hogy most ugye kinyílt ez a sniper nekem, érted, lehet, hogy valaki olyan sniperrel mászkál már, érted, a játékban, hogy én egy lövésből fekszel, érted? Ja, tehát, hogy azért tényleg számít azt, hogy mivel indulsz. Már nézzük, mennyien indulunk el. 5, 6, 7. Nem sokan, igen. 8. Várjál, mert még az lesz, hogy megint 9. Van, ha jó. Na, insurance baby, akkor most kipróbáljuk a... Most nem látjátok pont a dagadt testemtől, de veszek biztosítást 60 crownért. Azt írja, hogy... hogy csak az airdrop fog elveszni, hogyha meghalok. Ugye, hogyha visszam az airdropot. Azt érdemes tudni, Patrik, hogy amikor rámegyünk az airdropra, akkor elvileg 2 darab láda lesz benne. Ó, tehát hogy úgy, tehát, hogy ha teambe vagyunk, akkor azért? Igen. Legalábbis amikor Robival nyomtuk, akkor úgy volt, hogy 2 volt benne, és ő azonnal felvette ugye mindkettőt instant, mert megnyomta az X-et, tolt, hogy mindent lootoljon, aztán kész. Aztán mondta, hogy hogy kell átadni, meg ízni, és nem tudom, nagyon át lehet-e adni ilyesmit, azt nem is próbálkoztam még ilyesmivel. Akkor figyeljünk Csak mondom, hát ja, nem, annyira nem... Ó, baszki, jó esős idő, fú, ez megint jó kis látótávolsággal. Tökön babon keresztül kéne átmenni, nem? Hát igen, eléggé durván föl kell mennünk a hegyekbe. Ez a gond, mert sokan szerintem a hegyekből indulnak. Viszont, ugye lehetség... Először menjünk a Comstationhöz, mit szólsz? Jó. Jelöltem be, hogy lássuk őket, hogy hol vannak. Oké. Okay. Én azt mondom, hogy menjünk oda. Remélhetőleg nem ér oda senki előbb. Remélhetőleg. Na, let's go. De olyan pici a pálya, azt hittem nagyobb egyébként. Mármint így térkép alapján így azt hiszem, hogy oké, akkor elindulunk, azt egyszer odaérünk. Én pont, hogy térkép alapján azt hiszem, hogy nagyobb. Mármint, hogy kisebb a pálya, és utána rájövök, hogy amúgy ez nagy pálya. Igen? Aha, ez már az. Benne. Na, várjál, most megláttak minket. Lehet, hogy már... Igen. Ott vannak szembe a háznál! A házba vannak bent. Veszem elő a snipert. Bújjál valahova. Baszki, mi ez a hely? Ott voltak benne a házban. Aha. Megváltoztatták a izét. Elvég valaki meg tudja változtatni, azt is olvastam valahol. A sniperre ránézek a házra. Azok, akkor meg ők is a Comstationre mentek durván. Igen. Aha, most jön ki, figyeld! Meg van! Nice! Jön a másik! Azt is eltáltam, Patrick! Nem halt meg, de... Baszki! Patrick, mekkora! Szép, nagyon szép. Hova ott van megy? másik oldalon jött ki hátul a háznál. Most igen? Visszament. Visszament, jó. Nézem a jobb oldalát. Kimegy a házból, jobb oldalt. Másik is van ott más is! Én nézem balosan. Figyelj, vigyázz a házra valaki bement, valaki egyedül bement a házba, azt hiszem, nem tudom, az ki lehet. Ott jön ki! Hol? Kijött az ajtón, kinyitotta az ajtót. Mármi nem jött ki, csak nyitva van. Mhm. Menjünk rá, Patrik, menjünk rá! Ott van az ajtóba sokszor.
Jó. Kaptam! Lőjed, jó vagy. Jó, én nézem azt az ajtót. Valaki más jönni fog rám, csak mondom. Vigyázz! Ott van másik is a ház végébe. Na igen, ez a bajom nekem is. Vigyázz, Isti, vigyázz, mert... Igen, látom! A picsába. Így baszki, eltalált. Jobbra van. Balra. Balra? Mármint hátul láttam, de vigyázz, mert most átment a másik oldalra. Baszki, nagyon hord. Hílej. Nem tudok, nincs időm. Fedez. Hát igen, próbálok. Csak annyira futkározik az a pöcskeszörű. Igen, ez a baj. Jó, nyugi. Neked is nagyon érzékeny amúgy a izé, kontroller. Be tudod állítani. Ja, befogom, mert ez elképesztő. Jó, lejöttem egy kicsit, eljöttem arrébb. Jó, hílej vagy valami. Arról hát éled, de olyan béna. Nagyon ver a szívem. Nyugi. Hílelek, fedez. Jön ki mindjárt az ajtón. Nem tud hílelni így. Ott van. Ne! Ne, rossz helyen vagyok. De most miért ez van nála? Elcsesztem. Meghaltam. Ne. Meghaltál? Hát mert a vízben voltam, azt nem tudtam menni. Balról is szednek. Ja, hát látom. Hova fogsz a köcsög? Bakker! A rohadt életbe, de kár érte. Pedig mekkorát... de kár. De milyen jó, hogy tettél izét. Nagyon jó. Hát azért volt csak ekkora pofám, hogy menjünk rájuk meg izé, mert tettem izét. Basszus, de kár érte. De az egyiket ellőttem, akkor az valami másik csapatnak lehetett a társa. Hát itt voltak hárman vagy négyen. Vagy lehet, hogy összeszövetkeztek? Már úgy össze is lehet egyébként. Voltak itt vagy hárman, négyen. Voltak, basszus. Fú, de izgalmas volt. Pedig az egyiket lelőttem még utána is. Nem volt rossz, az ott nem volt rossz. Bénáztam amúgy egy csomót, félreváltottam a fegyverek hát én, között. Én meg el se találtam, egyszer eltaláltam az egyiket, de... Nagyon nehéz eltalálni. Tehát kicsit ilyen... állítok rajta, mert nagyon érzékeny, és így... Ja, állíts. Na, srácok, és akkor első résznek ez így ilyen volt, hogyha nektek tetszett, akkor egy lájkot nyomjatok rá, meg írjátok meg a véleményeteket kommentbe. Igyekszem fejlődni ebben a kontrolleres cuccban, de nekem ez még nagyon nehéz. És akkor találkozunk a következő részben. Köszi Isti, jók voltatok, jók voltunk, szavaztok, sziasztok. Jó volt. Reméljük, hogy élveztetek, srácok, kihet az out! As I sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.